Molnár Gábor Nóra csapata ott jártunkkor költözhetett be az Újvidéki Színház nagy termébe. Czrünkovich Gabrielláék már az előadás fényezésénél tartottak. Jámbor József pedig úgy fogalmazott, hogy a főpróba hétnél járnak. Összeraktuk már a darabot, a struktúrája megvan, most itt a szöveggel kell küzdeni a színészeknek, azért ez a 24 óra, ez nagyon-nagyon kevés. És hát pontosan tudom, én magam is színész is vagyok, tehát tudom, hogy ilyenkor azért ez eléggé rezgő léces, hogy milyen biztonsággal ül be a szöveg, de én azért remélem, hogy estére ez szép alaposan megágyazódik és beül. Én ma érkeztem, én nem tudtam itt lenni az első napon, úgyhogy arra érkeztem, hogy nagyon jó hangulat, egy nagyon izgalmas szöveg fogadott, és egy nagyon izgalmas szerep, a telefon szerepe, ami azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon nehéz színészi kihívás. Egyszer végigmentünk rajta, fölraktuk. Nagyjából megvan már, hogy ki miben lesz, mit vesz föl, milyen a jelleme, és akkor most fényezünk, és még egyszer átmegyünk rajta, és aztán, ha minden igaz, akkor még egyszer át tudunk, hogyha időnk engedi, átfutunk rajta, és akkor ennyi. Én nagyon lassan haladok, de ez azért van, mert elkezdenek valamit csinálni, és olyan frappáns dolgokat improvizálnak rá a színészek, hogy, tehát, hogy akkor még egyszer, akkor nézzük meg még egyszer, akkor mi lenne, hogyha akkor tedd még bele ezt is, és akkor 40-szer visszamegyünk egy ekkora kicsi jelenetre, szóval emiatt lassan haladunk. A drámaírók, a rendezők és a színészek munkáját, valamint az előadásokat háromfős szakmai zsűri, Vicsek Károly, Jónás Gabriella és Szögi Csaba véleményezi és díjazza.